Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm kedves közönségünket Pécsen. Szeretném, hogyha úgy kezdenénk a darma beszédet, ahogy szoktuk, az OM NAM mantrával, amely a Tiszta Univerzum mantrája. Ide tehetjük a kezünket a szívcsakra elé, és hétszer egymás után énekeljük el az OM NAM mantrát.

Általában egy bevezetővel szoktam kezdeni, most ez a bevezető nagyon rövid lesz. Egyetlen hangból fog állni. Mi ez? Ha azt mondod, hogy harang hang, akkor ragaszkodsz a névhez és a formához. Ez a tárgy nem mondja magáról, hogy harang vagyok. Vagy ha angol száz nyelvterületen lennénk, I'm a bell. Tőlünk keletre azt mondhatná, hogy jákala kulcsik, de nem mondja. Ha viszont azt mondod, hogy semmi, vagy csendben maradsz, akkor ragaszkodsz az ürességhez. Mind a kettő hiba. Ha ragaszkodsz a névhez és a formához, akkor elveszel a sokságban, a tízezer formában, a 84 ezer névben. Ha ragaszkodsz az ürességhez, akkor elveszel a semmiben. Mind a kettő hiba. Hogyan válaszolnál? Ebben a pillanatban mindenki tudata letisztult. Ebben a pillanatban tükörszerűen tisztán látunk, tisztán hallunk, tisztán gondolkodunk, tisztán érzünk. A zen meghalad minden dualitást. Meghaladja a szenvedés és megvilágosodás dualitását, a jó és a rossz dualitását, minden olyan kettősséget, amelyet abszolút értékűnek gondolunk. Ha a zen útján járunk, akkor beláthatjuk a valóság teremtett mi voltát, Feltételhez kötött mi voltát, mulandó mi voltát, és tökéletlenséget. Ezek így, mint a lét alapjegyei, nem hangoznak különösebben jól. Mi nem ezt szeretjük. Azt szeretjük hallani, hogy hogyan lehetünk boldogok, hogyan élhetünk szeretetben, együttérzésben, hogyan juthatunk valami nagy bölcsesség birtokába. És kiderül, hogyha tudatunk mélyére ásunk, és kitakarítjuk lelkünk szobáit, mint a kékszakálú herceg várának a termeit, hogy senki és semmi nem áll a boldogságunk útjába, képesek vagyunk a szeretetre, és el tudjuk sajátítani a nagy meghaladó bölcsességet. Ehhez egyedül az akadályainkat kell eltakarítani az útból. Mik ezek az akadályok? Ezek azok a dualitások, azok az érzékszerű tapasztalatok, amelyeket identitásként, önképként magunkra vettünk, és ezáltal igazi önvalónk élményét elfelejtettük. Amikor megszabadulunk a gondolkodástól, megszabadulunk a kettősségektől, megszabadulunk a múlt, jelen és jövő hármasságától, akkor ebben a pillanatban egyé válunk a világgal, tapasztaljuk igazi önvalónkat, és megismerjük azt a lényeget, amely épp. Ilyen. Ha ez a miénk, ha ezt tapasztaljuk, akkor helyesen ismerjük fel a helyzetünket, helyesen teremtünk kapcsolatot, és helyesen cselekszünk. Honnan tudjuk ezt? Kevesebbet hibázunk kevesebbet szenvedünk, és így kevesebbet szenvedtetünk. És hogyha ez elér egy bizonyos határértéket, akkor a szervezet energiaszintje megemelkedik, a tudat tisztasága elér egy kellő küszöböt, és ekkor spontán miénk lesz az egészben, egyben, amit darabonként nem tudunk megszerezni. Ha valaki csak boldog szeretne lenni egyénileg, abból nagyon hamar szenvedélybetegség lehet. Mert nem sikerül. Ha valaki csak magára gondol, elszigeteli magát, és pont azt a célt nem tudja elérni, amit szeretne. Kiderül, hogy ha másokon segítünk, magunkon is segítünk. Ez az az igazság, amit a jelenségek relativitásával, okozatiságával és feltételhez kötöttségével beláthatunk. Ez a belátás mindenkinek a lehetősége ezt a lehetőséget hívjuk buddha természetnek, isteni szikrának, lélektudatosságnak, eredeti szellemiségnek, nevezheted akárhogy, de ahhoz, hogy tapasztald, ahhoz nagyon tisztán kell hallanod a harang hangját. Sokféle meditációs módszer van. Vannak az úgynevezett tárgyas meditációk. Meditálsz egy olyan tárgyról, például a tudatnak egy olyan tárgyáról, amit meg szeretnél valósítani. Beszéltünk szeretetről, együttérzésről, boldogságról, felébredésről. És kiderül, hogy minél inkább fókuszálsz erre a tárgyra, annál jobban elszigeteled azt a környezetétől. Szeretnél virágot szedni, de még soha nem jártál a mezőn, soha nem jártál a kertészetben, és várod azt, hogy valahol a virágot majd megkapod. Kiderül, hogy a virágot azt ki kell nevelni. És hogyha megteremted, akkor megvan. Hogyha az egésznek a lényegét tapasztalod, akkor abból minden olyan minőség következik, amit szeretnél, amelyet külön-külön nem tudsz beszerezni, de egyben-egészben tapasztalhatod. Ezért a gondolkodás előtti tudat, az egyévált tudat, az, ami ennek a kulcsa. Semmi másra nincs szükség, mint hogy tedd félre azokat az ideákat, amelyeket magad elé raktál, mert ezek az ideák úgy működnek, mint amikor az okos kocsis az ostor elejéről lelógat egy csomó répát. Elindul a ló, vele együtt a szekér, vele együtt a kocsis és a répa is. És amíg a ló megy, mert a vágya hajtja a répa iránt, addig szépen halad a szekér, de aló nem érje el a célját. Ezért a zen meglátta azokat a paradoxonokat, és a pátriárkák és nagyszerű tanítók tanítják azokat az ellentéteket, amelyek közé mi fölfeszülünk, emberek. Az egyik a szenvedés és a megvilágosodás ellentétpárja. Kiderül, Hogyha az egyiket vagy a másikat nagyon akarom, akkor az, amit el szeretnék kerülni, az is ott van. Kiderül, hogy úgy viselkednek ezek az ellentétpárok, mint ugyanazon éremnek a két oldala. Ha dolgozom az egyikkel, dolgoznom kell a másikkal is. Nem kerülhetem el a minőségeket, úgyhogy csak az egyikről óhajt csak tudomást venni, és a másikat lehetőleg nyomjam el, semmisítsem meg, szűnjön meg pedig nagyon nagy részt ezt szeretnénk. Szeretnénk jólétben, boldogságban, békességben élni, nem pedig háborúban, szegénységben, zaklatottságban és kisemmizettségben. De kiderül, hogy ezek a minőségek együtt járnak. Kiderül, hogy csak a középút magatartása az, amely értelmet és helyes működést adhat az életnek. Gyönyörűséges, spirituális ideák helyett tedd föl magadnak azt a kérdést, mit akarok? És látod, hogy annyi mindent akarsz, annyi mindent cikcakban járkálsz, hogy azt ember egy életen belül nem kaphatja meg, nem teljesítheti. Hát ezek a nagyon pozitívnak tűnő célok egyszerre nem érhetők el. És akkor amit akarok, helyett egy sokkal értelmesebb kérdést tehetsz hogy mi a dolgom? Miért születtem? Mi az az út, amit a léleknek be kell járni? miért vettem föl ezt a testet, és mindez egy kérdésben összpontosul, mi a dolgom. És utána, mert itt nincs vége, ha már megtaláltad, akkor mindezt kiért, vagy kikért teszed. Mert az ember csak önmagáért nem teheti. Egy idő után belátja, hogy ez nem csak önző, de teljesen terméketlen, és akkor valahogy ki kell tágítani a teret, valahogy társas lényként kell élni. Ezért a Mahajánában a legmagasabb cél az, hogy érd el a felébredést, és segíts másokon. A kettő együtt. Nincs különbség a felébredés elérésének a motivációja, és a másokon való segítség motivációja között. Hiszen nézd meg, hogyha valaki magának akarja megtartani a tiszta tudatot, és nem vesz tudomást a világról, a világ kapzsisága, haragja és téves nézetei Elérik őt a hegycsúcson. Aki pedig pusztán segíteni akar, de a tudata nem elég tiszta, az bizony a pokolba vezető, jól kikövezett utat követi, pusztán jó szándékban. Tehát a világos, tiszta tudat, amelyből következik az önzetlen segítség, az bizony együttérzéssel és bölcsességgel egyaránt bír. Különben nem látnánk, a jelenségek keletkezésének, fennmaradásának és megszűnésének a módját. Ha keletkezett valami, hogyan, milyen körülmények között. Ha fennmarad, meddig, milyen körülmények között. Ha lebontom, visszaforgatom, megállt parancsolok neki, akkor hogyan és milyen körülmények között. Ezt hívjuk feltételhez kötött létnek. És ezt magunkban nagyon sokféleképpen felfedezhetjük de a legjobbak az emberi érzelmek. Kicsit nehezebbek, mint a gondolatok. Nagyobbat szólnak, jobban odavernek. És hogyha megnézed, hogy az érzelmeit hogyan pattannak ki, meddig maradnak fönt, és mi az, ami elviszi őket, szinte semmivé foszlatja őket, akkor rájössz arra, hogy mit jelent az, hogy érzékszervhez kötött lényként, érző lényként élni. Mostanában Kezd a hangsúly átterelődni az IQ-ról az EQ-ra. De hogyha még egy lépést akarsz tenni, akkor az SQ nagyon fontos, a spirituális kociens. Magyarul milyen tisztán látod az érzelmeidet és a gondolataidat? Amennyire tisztán látod őket, annyira tudod őket irányítani. Amennyiben nem látod őket tisztán, a saját karmád irányít téged. Amikor a mulandóságról, tökéletlenségről, feltételez kötöttségről beszéltünk, akkor azt mondtam, hogy ezek nem túl kellemes minőségek első látásra. Ezt a törvényt, ami a lét törvénye, ami az inkarnálódott egzisztencia törvénye, úgy tudod a magad szolgálatába állítani, hogy meglátod, hogy a karmád pontosan ilyen, sőt mindenkinek a karmája ilyen. Mindenkinek a karmája mulandó, feltételhez kötött, és tökéletlen. A tiéd is, másoké is. Ez a felébredés útjának lépésről lépésre való bejárása. És egyébként ez az az alap, amely az együttérzés alapja. Így a bölcsesség és az együttérzés együtt jár. Az eredetük, a gyökerük nem különbözik. Májó Zenmestert egyszer megkérdezték. A tudat és a buddha Azonos vagy különböző? Mágyó erre azt mondta, a tudat a buddha. Szerzetesek boldogan leborultak, megköszönték a tanítást és kimentek. Pár hónap múlva újra elhangzott a kérdés Mágyó zemmester számára. A tudat és a butha? azonos vagy különböző? Erre azt mondta Mágyó, nincs tudat, nincs budha. Ez a szerzeteseknek annyira nem volt egyértelmű, sőt az előző tanítás ismeretében néhány, néhányan csalódottan vették ezt tudomásul, és az egyikük visszakérdezte, de mester, mester, hát pár hónappal ezelőtt azt mondtad, hogy a tudat a budha és a budha a tudat. Miért? Hát azért, hogy a gyermekek ne sírjanak, mondta Mágyó. Ha ezt megérted, akkor minden felesleges gondolatot el tudsz engedni, a jelenségek relativitását be tudod látni, a karmádat abszolútként sohasem fogod tapasztalni, és ezzel a mulandóságot, feltételez kötöttséget és tökéletlenséget a szolgálatodba állítottad. Egy magasabb rendű célt fog szolgálni, pedig azt, hogy megtapasztaljuk igazi önvalunkat, lépjünk túl a félelmen, lépjünk túl az élet és halál kettősségén, és ebben a testben, a születés és halál körforgásában tapasztaljuk azt, ami nincs kitéve ennek a körforgásnak, azt, ami látja ezt az egészet, azt a pillanatot, azt a lényeget, amelyben a múlt, a jelen és a jövő összes karmája egy pontban összpontosul. Erre mindannyian képesek vagyunk. És ha ezzel a lehetőséggel élünk, bármilyen távolőnek is tűnjék az, javíthatunk az itteni létünk és halálunk minőségén. Átírhatjuk a sorsunkat úttá, a kényszerhelyzeteket döntéshelyzetekké, a válsághelyzeteket megújulásá. Rajtunk múlik. Bevezetőnek szerintem ennyi, már sok is, és most tiszteletel várom a hallgatóság kérdéseit. Én most csak ez a beszédhez most itt ott pont a végén eszembe egy kérdés, és a pont a legutolsó pár mondatra reagálva, a Szenekának volt egy ilyen mondása, hogy vezetik a végzetek az akarót, és vonszolják a nem akarót. Azt hiszem így hangzott részéről. Meg talán a lényeg az, hogy mindegy, hogy mit csinálunk, ugyanoda jutunk. De ebben nem azt akarom mondani, hogy a Szenek a mesternek igaza lenne, csak ezt mondta. És az utolsó két-három mondat, az talán, ha jól értelmeztem, lehet, hogy rosszul, az az ellentéte volt ennek. Vagy legalábbis felveti annak a lehetőségét, hogy változtathatunk rajta kérdés az, hogy tulajdonképpen akkor mi határozza meg a sorsunkat mi magunk, a döntéseinkkel, vagy valami nagyobb isteni, vagy akármilyen nevezünk hogy erő vezet minket. Ennyi. Köszönöm szépen. Nekünk azt kell tudnunk, hogy mi a saját döntéseinkkel határozzuk meg a sorsunkat, és ekkor úttá válik. Szenek a filozófus volt, tapasztalt is az életből egy csomó mindent, de tudtommal a meditációt nem gyakorolt, és ezért a tudat mélységeiben nem igazán tudott elmerülni. Filozófusként viszont egészen kiváló volt. De még a legkiválóbb filozófus is megmarad a gondolkodás szintjén. Nagyon kevés filozófus esetében látod azt, hogy valami misztikus intuíció megfesti a gondolkodást, és valami egészen mássá avatja ezért mondhatjuk, hogy Hanvas Béla nem pusztán filozófus volt, hanem sokkal több annál, mert az az isteni szikra, ami belőle a misztikus intuíciót kihozta, és láttatta azokat a műveket, amelyeket ő számba vesz, felsorol, elemez, interpretál, teljesen más, mint egy filozófia. Szeneka esetében a logika még mindig nagyon uralkodik észre lehet rajta venni. Hiába van egy kis stoikus felhang rajta, nem is kevés. Én azt gondolom, hogy a puszta gondolat az nem elégséges. Meg kell látni, hogy egy adott helyzetben mennyiben tudjuk mi befolyásolni a saját utunkat, sorsunkat, és mikor van az, hogy vissza kell venni az akaratból, és visszahozni a zéró állapotba, és nem akarni semmit. Egyik állapotnak sincs abszolút értéke. Tehát ha te most eldöntöd, hogy kimész a mellékhességbe, mert olyanod van, nem hinném, hogy lenne olyan erő a világon, amely ezt befolyásolhatná lényegileg. Sőt, nagyon komoly anyagcsere és emésztésbeli hajtóerők mondatnák veled azt, hogy na most én gyorsan távozom, és az üresség természetet gyakorlom a béltraktuson keresztül. Ezt mind lehetséges. Viszont vannak olyan helyzetek, amikor már az ember azt mondja, hogy Bizony már csak az isteni segítség segíthet rajtam, és akkor a Deus Ex Machina gondolatkörét ugye gyakoroljuk, és valami történik, hogy mi azt nem tudjuk. A tudat teremt mindent, de tapasztaljuk -e ezt a tudatot így együtt. A tudat teremt mindent, mi ez a tudat? Miről van szó? A Budha. Nagyon sok kérdésre válaszolt, viszont volt 16 megválaszolatlan kérdés. Az egyik az univerzum keletkezéséről és megszűnéséről, tehát hogy van-e határozott keletkezése és vége, avagy végtelen. A másik az emberi inkarnáció kezdetéről és végéről, hogy volt-e határozott kezdete és vége. És a harmadik kérdéskör az az istenek és a nem inkarnálódott lények természetéről szólt hogy azok önmagukban léteznek-e, vagy csak a hitünk által? Erre sem válaszolt. Miért? Azért, mert akármennyit beszélsz a repülésről valakinek, amíg az csak a földön jár, pusztán elmélet marad. De ha felül a repülőgépre, akkor a repülés tapasztalattá válik. Azután már nagyon másképp fogja hallani. Sőt, lehet, hogy ez a tanítás úgy, ahogy van, feleslegessé is válik. A buddha nem tapasztalatot helyettesített a tanítással, hanem a tapasztalás széléhez, lehetőségéhez hozza el az embert a mai napig, 2500 éve folyamatosan. Tehát ha az ember tapasztal, akkor felfogja a kérdések értelmét, egyébként tapasztalat hiányában, földhöz ragadtan, csak a gondolati síkot, az elméleti keretet tudja lefosztani róla, de valójában nem kapott választ. Nem azért, mert a Butha nem válaszolt helyesen, hanem azért, mert képtelen annak a felfogására. Úgyhogy mindig mondta a Butha, egyszer Ánanda kérdezte, hogy Butha mennyit tanítasz nekünk abból, amit tudsz? Ánanda kíváncsi volt, nagyon okos volt. A Butha szolgálója volt több mint 30 éven át. És akkor a buddha, éppen ilyen ligetes, fás vidéken időztek, ahogy szoktak, és így körbe mutatott az erdőn, és megkérdezi Ánandát, Ánanda, látod azt a sok-sok fa levelet, amit az erdő alján van? Látom magasztos. Ennyi a tapasztalatom. És akkor felemelt egy marék levelet, és a buddha megkérdezte, látod ezt a marék levelet a kezemben? Látom. Ennyit tanítok belőle. És akkor Ánand egy őszintén összeroskat, és azt mondja, miért? Miért nem tanítod nekünk a többit? Erre a Buddha azt mondta, azért, mert ez vezet a szenvedés tényének felismeréséhez, a szenvedés okának a felismeréséhez, a szenvedés megszüntetésének a felismeréséhez, és a megszüntetés útjának a felismeréséhez. Csak azt tanítja, amire szükségünk van. És hogyha kíváncsiságunkban másfelé is elmennénk, rendben van, de ő azt azért nem támogatja, mert a fontosabb és sürgősebb feladatot kell végrehajtani először. Ahhoz is hasonlítja az embereket, mint az égőházban játszó ugye gyermekek, ugye? Tehát ég a ház. A harag tüze, a kapzsiság tüze, a téves nézetek tüze, ez a, ez a világot lángra gyújtotta. És mi ebben a házban, a létnek a házában vagyunk. Nagyon rövid az emberi élet. Ez a 70-80, esetleg 90 év mire elég? Nagyjából az érzékszervi fenntartásra és egyébre szoktunk koncentrálni, tehát egy materiális érzékszervi létre, amelyben a tudatosulás az érzékszervi tapasztalatok sebességével halad. Néha még azzal se, mert csak akkor figyelünk, ha a fal adja a másikat ahhoz, hogy valójában elérjünk valamit, a szellem belátásának a sebességével kellene haladnunk, ehhez pedig annak kell történni, hogy befelé fordítod az energiádat és elmélyülsz. Ezt az elmélyülést, ezt a pálfordulást segíti a buddha tanítása. És ezért mondom azt, hogy a filozófia nem csak Seneca részéről, bármilyen filozófus részéről a világ keleti, nyugati, dél és északi fertájáról szép, de csak gondolkodás. És a gondolkodás önmagában nem segít. Az úton mi a helyes, ha nincsenek szabályok, vannak szabályok, vagy a szabályok alkotnak minket? Mit szeretnél, legyenek szabályok? Akkor baj van. Akkor elüt az autó. Mert az autó akkor azt mondja, nincsenek szabályok, ott van az a pöttöm ember, engem nem érdekel, elütöm. Úgy akkor jó, ha vannak szabályok, ezt hívjuk kresznek, Oké. Okay. De ha ide a lelkedbe belenézel, milyen szabályokat látsz? Kötötteket? Akkor még sokat kell dolgozni. Meglássuk, hogy mikor nyitottak a lélek kapui, és mikor zártak. Mikor mehetsz ki rajtuk, és mikor kell benn maradni. Mikor engedhetsz be valakit, és mikor kell kintartani valakit. Ezek a szabályok nem olyan könnyen fölismerhetők, hogy egy könyvben leírom, és akkor elolvasom, ezt tapasztalással, látással szépen ki kell bogozni. Ezt hívjuk íratlan törvényeknek. És hogyha az írott és íratlan törvény egybeesik, akkor van harmónia a világban. Akkor a jog és az igazság találkozik. De ha az írott és az íratlan nagyon messze áll egymástól, akkor szenvedünk. Az igazságérzetünk, az együttérzésünk, a bölcsességünk mind-mind szenved. Tehát ha azt mondod, kellenek szabályok, azt mondom, milyenek. Ha azt mondod, nem kellenek szabályok, azt mondom, hogyan használod a szabadságot. Úgyhogy ezen még van időd elmélkedni. Ajánlom, kezd el ma. Köszönöm Szívesen. Én a meditációval kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy a nők és a férfiak útja mennyire különbözik a meditációban, illetve hogy azonos meditációval, tehát ilyen eléggé szellemi úttal egy nő hogyan tudja megvalósítani önmagát. A nők és a férfiak útja annyiban különbözik a meditáció esetében, hogy a rendezői jobbra ülnek le a férfiak, és a rendezői balra ülnek le a nők. Akkor, amikor nincsenek egyensúlyban a nemek csak a létszámot illetően, akkor még ez is változtatható. A jó hírem az, hogy a férfiak és nők buddha természete pontosan ugyanolyan, de minden más különbözik. Ezéke nagyon odafigyelni, hogy milyen karmát hoztál le ebbe a testbe, és hogyan haladsz az úton. Ha csak önmagadat akarod megvalósítani, tele van frusztrációval, csalódással, és állandóan visszapattanok a saját egómnak a faláról. Ha esetleg Másban szeretnéd megmosni arcodat. Az lehet például a meditáció mellé egy társkapcsolat nagyon nagy tréning. Családi élet még nagyobb tréning. Társadalmi vállalás még nagyobb tréning. Tehát én azt javaslom, hogy a kettőt együtt este reggel egy kis tudati sikamika, letisztítjuk azt a tükröt, de kimegyünk a világba, és beszélünk, gondolkodunk, érzünk, cselekszünk, és megpörgetjük ezt a tiszta energiát a világban, amely így kap egy-két maflást jobbról is, balról is. Hazaérünk, este ledobjuk magunkról mindazt a kényszerű azonosságot, amivel a világ bekent minket, és másnap reggel újra kezdjük az egészet. És ez néha ilyen sziszifuszi cselekvésnek tűnik, és az ember azt mondja, hogy jaj, én olyan tisztán szeretnék élni, de a világ beszennyez engem. Akkor még többet kell gyakorolni. És akkor kiderül, hogy te ugyanúgy hozzájárulsz a világhoz, mint ahogy a világ is megpróbál téged kondicionálni, és ebben a kölcsönös kondicionáltságban létezünk. Nem mindegy, hogy mit engedsz be magadba, és mit engedsz ki magadból. Ha a tudatod tiszta, nem kell szűrő. De ha a karmádat állandóan menedzselni kell, akkor természetesen szűrnék, hogy jaj, kimondtam, pedig nem kellett volna. Jaj, megtettem, és most bocsánatot kell kérnem érte, de azzal nem teszed meg, nem történté. -e. Legfeljebb bekened a sebet, amit ütöttél. Úgyhogy tiszta tudat, rendes ház. Egyéb kérdés? A meditációval, meditációval próbálkozom Próbálkozom, elhagyom, próbálkozom, és azt érzem, hogy nem sikerül, nem sikerül gondolat nélkülinek lennem, ami... Hát ez hogy lehet? <gül> <gül> Mióta próbálkozol vele, hogy háromszor nem is rég... mondtad, de nem megy? Nem régóta. <laughs> Sájtom, hogy gyakorlás, illetve hallom, hogy ez is gyakorlás, 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 de de valahogy mégis tudnál javasolni valami? Egyszerű módszer. Igen, én, én szeretnék. A gondolat jó barát. Semmi baj a gondolkodással. De hogyha nem tudod szabályozni a keletkezését és megszűnését, akkor érzed, hogy a gondolataid rabja vagy. Tehát legelső és legfontosabb dolog, tessék egy hatalmas sétát tenni az erdőben, vagy valami komoly, gyönyörűséges favágással, sporttal, egyéb módon ne kifárasztani a testet. Ez rettenetesen fontos. Ezt a templomokban leborulással szokták gyakorolni, amelyet holnap a workshopon hosszú hetényben megtanítunk. Azért fontos a leborulás, mert az tényleg a buddhát a megfelelő helyre teszi, a legmagasabbra, a karmádat, a személyiségedet, az önképedet pedig egyre lejjebb, lejjebb, lejjebb. Ez nem lealacsonyodás, ez megfelelő alázat. Ez más. Most ezek után a gondolataid is, hogyha megfelelő tant ilyen gyakorlatot folytatsz, mint a méhek a kaptárba szépen visszatérnek, és amikor dolguk van a virágos, gyönyörű mezőn, akkor kirajzanak, virágporocska visszajönnek. Dolgoznak megint a sejten, a lépen, a mézen. A gondolat Uralkodónak szörnyű, de az érzelem is szolga, mert uralkodónak még szörnyűbb. Mit szolgálnak a gondolataid? Kit szolgálnak az érzelmeid? Ez dönti el, hogy helyesnek őket, vagy helytelennek. Tehernek, vagy eszköznek. Minden jelenség üresség természetű. Ha elakadsz a kocsival, és ezzel a bottal valaki kibillenti a kocsidat a kátyúból, a bot segít, és szereted. Ha valaki odajön a bottal, és ráhúz egy hatalmasat a fejedre, fáj, és nem fogod szeretni se a botot, se a kiütött. Ezt hívjuk a jelenségek eredeti üresség természetének, hogy az adott helyzetben, adott kapcsolatban, adott tevékenységben dől el, hogy mi micsoda, és ki kicsoda. Mivé válsz a gondolataid által? kivé válsz az azonosulásod által, mit veszel ki a személyiségedbe, mit emelsz be a személyiségedbe. A karma hátizsák. De olyan gyorsan azonosulunk a hátizsákkal, hogy szinte ránk ég. Azt hisszük, hogy egyenlőek vagyunk a hátizsák tartalmával. A meditáció azt jelenti, hogy leteszed ezt a hátizsákot, és belenézel, hogy mi van benne. És bizonyos dolgokat engedsz eltűnni onnan, Más dolgokat engedsz megjelenni benne. Bizonyos dolgokat tudatosan kiraksz belőle, más személyiségelemeket tudatosan kifejlesztesz benne. Mert a léleknek semmiféle szilárd tartalma nincs. Az a tudatosság, amelyet buddha természet néven emlegetünk, az nem keletkezik és nem múlik el. Ha azt mondod, hogy a lélek része hiba, ha azt mondod, hogy a lélektől különálló, az is hiba. Megkérdezték a buddhát, amikor érzékszerfesz kötött állapotban vagyunk, a buddha természet velünk együtt szenved, avagy csak szemléli a szenvedést. Tehát a gondolkodással nincs probléma, a gondolattal sincs probléma, a dualisztikus, reaktív tudattal van probléma, azt viszont el tudod vetni, azt meg tudod előzni. Ahhoz kell az igazi gyakorlat, hogy mindig a primér tapasztalat birtokában légy, hogy mindig tisztán láss, tisztán haj, tisztán gondolkodj, tisztán érez, és ne rak rá ítéletalkotó rétegeket. Ne rak rá feleslegesen elemzőmet a rétegeket. Ne ronsd el a tapasztalatodat azzal, hogy állandóan kételkedsz benne, vagy még többet akarsz belőle. Ezért a világ éppen ilyen. azt hallottam most az előadás alatt is, előadás során, meg más előadásokon is, hogy, hogy úgy mondod, hogy leszületünk, hogy a lélek leszületik, hogy azt szeretném megkérdezni, hogy most ez hogy van, mert hogyha ha egy meditáció közben nem tapasztalok gondolatot, akkor, akkor nem, nem, tehát nem, tudom mi az, hogy lent, fent, tehát hogy, hogy ezt hogy kell érteni, hogy, hogy leszületik. Sehogy eredetileg nincs születés és halál. Amire most utalsz ezzel a kérdéssel, hogy a meditáció tiszta, gondolatmentes, jövés és menéstől mentes állapotában, ugye hogy tapasztaljuk a születést? Sehogy. Akkor nincs jövés és menés, születés és halál. Sikerül meghaladni ezt a fajta tudatállapotot. Amikor viszont tisztán látsz, akkor látod azt is, hogy hogyan születünk, hogyan születsz te, hogyan halunk meg, hogyan halnak meg mások. De már ez az állapot nem köt, nem hoz létre benned reakciót, nem hoz létre benned azonosulást. De hogyha haláleset van a közeledben, együttérző vagy. Ha be kell látni a karma működését, kellő bölcsességgel élsz. Ha segíteni kell, segítesz de mindez benned dualisztikus, ítéletalkotó, azonosuló magatartást már nem vált ki. Ezért mondja a tanítás azt, hogy benne élsz a forgatakban, de nem hasonlós hozzá. Benne élsz a világban, de nem azonosulsz vele. Ezek azok a paradoxonok, amelyek a helyes utat megmutatják. Azt mondod, van születés, hiba. Azt mondod, nincs születés, akkor most ez az ember, aki kérdezett, az hogy jött létre? Ez a nem tudom, ez nagyon jó. Sokáig gyakorlod ezt a nem tudhatót, akkor az információ hiány átalakul szellemi tapasztalásá. Átalakul valami sokkal nagyobbá, a nem tudható tapasztalásává, az egy élményévé. Ez az, amit szóba fogni nem lehet, formába önteni nem lehet, de egy pillanatra lehet tapasztalni. És hogyha nem ragackodsz a bot ütéséhez, ha nem ijedsz meg a hangtól, akkor előbb-utóbb ezt a tapasztalást el tudod vinni magaddal, sőt, a rendszeres meditáció útján újra tudod teremteni. Újra a tiéd lehet. És az összes ebből következő minőséget is újra tudod teremteni. A művészek ezt nevezik ihletet állapotnak. Nekünk csak friss, tiszta tudatra van szükségünk. Ezt az en kezdő szellemnek nevezi el. Mindig, minden pillanatban frissen, tisztán kezdj. De mégis támaszkodunk a tapasztalatokra. Tehát akkor, ha támaszkodsz a tapasztalatra, akkor kezdés, kezdő tudat van. Nem tudhatod éppen ebben a pillanatban mit csinálsz, mit teszel, mit gondolsz, mit érzel, mit mondasz. Erre figyelj. A tudat eredetileg már teljes. Ha helyesen gyakorlod az ent, akkor a tudatos és a tudattalan együttműködése intuitív és spontán. Arra emlékszel, amire kell, arra nem emlékszel, amire nem kell. Azok az impulzusok jelennek meg, amelyek a helyzetet kitöltik, a kapcsolatot beteljesítik, és a tevékenységet lehetővé teszik. Amire nincs szükség, az pedig nem jelenik meg. Mekkora a tudattalanod? Hány köbméteres? Megmérted? A korábbi válaszból úgy értelmeztem, hogy ha vannak bennünk kérdések, amikre nem tudjuk a választ, akkor. Az egy jó állapot, hogyha nem tudom. És abból idővel. Ezt én meditációval... mondtam, vagy pedig te értelmezted. Én értelmeztem. Biztos, És... hogy ezt így szeretnéd. Esetleg ne értelmezzük másképp. Én igen szeretném, ha kijavítanál, hogy. Én olyat nem Kés... teszek, arról már leszoktam. De látod, most is megtörtént. Nem tudtam megtartóztatni magam. Nagyon fontos azt látni, hogy amikor már az értelem szűrőin keresztül engedsz valamit, az már megváltozik. Hát nézd meg, hogy az abstrakció, az intelligencia az, az elején mennyit segít, és később mennyi elképesztő akadály van belőle. Tehát ez a gondolkodom, tehát vagyok kezdetű descartes mondat a világ legféloldalasabb és hibás logikájú kijelentése. Tehát egy pillanatra megszűnök gondolkodni, meghalok. Miről beszélünk? Tehát nagyon érdekes az, hogy értelmezek, és elveszítem az értelmét, az eredeti jelentését annak, amit hallottam, láttam, tapasztaltam. Az, hogyha egy kérdésre választ kapok, az néha nagyon jó. Néha meg kell kérdezni dolgokat, meg kell bizonyosodni róluk. Az emberi kapcsolatban nem lehet úgy létezni, hogy ne kérdezzünk a másiktól, vagy a másik ne kérdezzen tőlünk. De vannak olyan kérdések, és itt nem csak a Budha 16 gyönyörűséges megválaszolatlan kérdésére gondolok, hanem más komoly kérdésekre, ahol az intellektus, a gondolkodás egy hatalmas falnak ütközik, amely a tapasztalat hiányának a fala. Ezt a gondolkodás kulcsával nem tudod kinyitni, csak a tapasztalással tudod kinyitni. És ekkor az a fal, amely a korlátainkból áll össze, a saját önképünkből, világképünkből áll össze, ez a fal szépen lebontható, és a falnak a anyaga, mindaz a sok-sok kő és tégla vízszintesen lerakható magad elé, és ez lesz az utad. Ugyanaz az anyag, csak 90 fok az eltérés, illetve akadály és haladás, ismert és ismeretlen, elmélet versus tapasztalat. Melyiket szeretnéd? Gyakorlással kapcsolatban volna egy kérdésem. Kaptam tőled egy mantrát, aminek a kapcsán azt ö, élem meg, hogy tudatában vagyok még a szenvedésemnek, de így mintha levált volna rólam. Tehát, hogy vagyok én meg a testem, és mintha így ellebegne. Tehát nagyon ritkán jön vissza a testembe. Ö, viszont, ö, a, ahogy így telnek felettem az évek, azt veszem észre, hogy ö, nehezemre esik az ülés. Ö, Rengeteg felismerésem lett ettől a mantrától. Tehát az önismereti része nagyon jól folytatódik a gyakorlásomnak, viszont ha statikus vagyok, akkor fájok. Tehát azt érzem, hogy, hogy lomha vagyok, jogázás közben sokkal jobban tudok befelé menni, és hogy eléggé elhagytam az üléseket. És ezzel kapcsolatban kérném a, a tanácsodat, illetve a véleményedet. Köszönöm. Egy rejtét jelent a kérdése, tehát hogyha gyakorlod az önismeretet, akkor hogyan röpülhetnek el az évek a fejed fölött? Tényszerűen. A joga pozíciók mindegyike meditatív pozíció. Nem kell ragaszkodni a lótuszüléshez, hogyha más testtartásban megy a meditáció, nyugodtan gyakorolhatod úgy is. De a joga az az aszkézisre való előkészítő gyakorlat sor, ezt ne felejtjük el két-három ezer évvel ezelőtt Indiában a jogát nem ilyen klubokban gyakorolták, hetente háromszor, hogy rugalmasak, szépek, egészségesek és egyebek leszünk. Nem ez volt. Más volt. Arra készültek el, hogy bemennek az erdőbe, ott ki sem jönnek sokáig. Tehát előket készülni, hogy nem eszik, alig iszik, aludni aztán nagyon keveset, és ez az intenzív szamádi praxis, ami neki kellett, hát ahhoz az összes csakrájának, nádiának, mindennek, tisztának, nyitottnak, egyébnek kellett lenni. A jóga tehát az energiát tényleg befelé fordítja, de néha bent is tartja. Erre kell vigyázni. És az nem baj, hogy egy ilyen tükörszerű, leválasztott, nem ragaszkodó, nem azonosuló érzés van a világgal, de eközben száz százalékig válj vele egyé, száz százalékig tudj vele kölcsönhatni. Ne érezd azt, hogy korlátoz a gyakorlat, azt érezd, hogy megtart a gyakorlat a pillanatban, az éberségben, a helyes döntésben. Tehát a határokat ismerjük fel, és nem a korlátokat fogadjuk el. Ha ez így megy, akkor felőlem akármilyen pozícióban meditálhatsz, mantrász tovább, jó egészséggel. Nagyon szívesen. Köszönöm. Én nagyon új vagyok még, a lányom hatására kezdtem videókat hallgatni, aztán eljönni ide. És ő most itt van? E, igen, ő is itt van. És e, én most csak azt szeretném megkérdezni, mert most már meditálok reggelente, 20 perceket bírok. Ezt is a kedves lánya igen, hatására? az ő hatására. Üzenem a kedves lányának hol van? E... Hogy Viki. Mondd meg anyunak, hogy most már 30 akat üljön, mert most már gyakorlott. Jó? Igen. <laughs> Jó. A kérdésem az, hogy én mindig megijedtem, mert állandóan jöttek a gondolatok, aztán elküldtem, és jöttek a gondolatok. Ez komoly, és... tehát meditáció alatt jöttek a gondolatok? Képzel, igen. A patvarba. És... Hát, hogy lehet ez? De megnyugodtam, hogy nem baj, ha jönnek a gondolatok. Most hát már. volna nyugtatni, volt, hogy nem ezt... baj, hogyha jönnek a igen. gondolatok, ha hagyod el is menni őket. Ezt hagyod? hogy most már hagyom nagyon. el is menni őket, semmi gond. Ugye nem, nem ijesztőek a gondolatok, és uh, sét közben is, amikor. A kutyámmal sétálok, igyekszem madárcsicsekkel se figyelni, és semmi másra, csak csak arra, ahol vagyok. És a kutyára is figyelsz? És, és, mm, nem, a, a, ő figyel rám, nekem nem kell rá figyelni. Biztos vagy ebben? Biztos vagyok benne. Két-három percenként oda jön hozzá, megnézi, meg vagyok e <laughs> Szóval a lényeg az, hogy én most megnyugodtam, hogy gyakorlatilag, ha ön, azt hiszem, akkor tudok önmagam lenni, nem baj, ha vannak gondolataim, csak a jelenben legyek. Ez itt a lényeg, hogy ö, ugye mindenki keresi az útját, én is, és mindannyian. Mindannyian szeretnénk jobbak lenni, valami olyan dolgot létrehozni ebben a világban, amitől azt mondom, hogy hú, jó voltam, és, és jól viselkedek, de mindig követünk-e hibákat? És nagyon nehéz megbocsájtani, amikor más követel hibát, nincs probléma, de ha én követek el. Azt nem tudom, mert szerencsés helyzetben magam. vagy az emberek többsége ezt pont fordítva Ö, tudja. De nálam ez az Igen. Ez nem a szálka nem... és gerenda egyenlet. Igen. Én azt szeretném mondani, hogy ha a jól viselkedem, jó dolgot hoztam létre, maximáját ki szeretném akkor egy idő után nagyon frusztrálódni fogsz. Hogyan segíthetünk másokon, hogyan segíthetek más lényeken? Ez a helyes kérdés. Amit létrehozunk, az olyan kétségbejtő mulandó, hogy euh, körülse nézel, és már elmosta az idő. Valami más következik, valaki más következik. De mégis vannak, hogy maradandó dolgot hoznak létre emberek, ami Mutasd maradandó nekem egy és egyet. változtatja a világon, meg az embereken. Maradandó dolog, mondja egyet. <síth> <síth> ja. az örökléttel játszol. vigyázz. Mivel? Az örökléttel. Jó dolgokat hoznak létre, amikor a. A dualitással játszol, hmm. vigyázz. Igen. Ugyanis a jó dolgoknak nagyon gyorsan rossz dolga is lesz. Hogyan tudjuk jobbá tenni a világot? Tudom, ha önmagunkat tesszük jobbá. Hm? Tiszta tudat? Tiszta tudat. Akkor helyesen tudsz helyzetet fölismerni, kapcsolatot teremteni és cselekedni. Ne jóban és rosszban gondolkodj. Hogyan tudunk tényleg segíteni a másik emberen? Elsősorban úgy, hogy látunk és láttatunk. És ebből a látásból következik a bölcsesség, az együttérzés és az önzetlen segítség. Ha maradandóban, jóban, megvalósulásban egyébben gondolkodsz, és itt megállt a tudomány, és nem valami nagyobb egésznek a részeként éled ezeket meg, ezek így önállóan, darabonként nem valósíthatók meg maradéktalanul. Előbb-utóbb a félelem, az önismeret hiánya, a fel nem dolgozott karma behúzza a fékeket, vagy egyenesen a falnak visz. És amikor az ember elkezd gyakorolni, akkor az első pár hónapban, évben a karmáját nagyon gyorsan tudja szépen csökkenteni, kirakni a hátizsákból, ahogy viszont telnek az évek egyre kevesebbet, egyre lassabban, és a legkeményebb önazonosság, a legkeményebb önkép az az utolsó évtizedre, másfél évtizedre marad. Tehát ezzel számot kell hogy az elején, ha rendesen csinálod, elképesztően jó érzés. Mint hogyha ilyen mázsás súlyokat vennének le rólad. Viszont a legkeményebb téves nézettel, a legerősebben beégett vágyjal, a legkomolyabb defenzívával, dűvel, haraggal évekig küzd az ember. És évekig ugyanabba a helyzetben belerongyolja magát, és beleveri a fejét a saját falába. És csak abból tanul. Tehát gyakorol, 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 de a nagyon mélyen ülő identitás elemeket, a kőkemény én csomókat, azokat hosszas munkával lehet csak kivenni, és itt pusztán az egyéni gyakorlat nem elégséges. Ehhez kell a szanga, ehhez kell a darma család, ehhez kell a tanító, a tanítás és a tanítványi közösség hármas egysége. Ha ez megvan, akkor a legdurvább énréteget is le tudod dörgölni magadról, ezen hármasság segítségével tanító, tanítás, tanítványi közösség. És ekkor az élet spontán, harmonikusan pályára áll. És nem kell külön nézegetni a minőséget, hogy megvalósítottam-e valami, valami maradandót, ami a nevem egy kicsit úgy, ugye a sarokban, hogy egy picit oda van faragva, lehet, hogy csak a monogramom, de azt tényleg legalább tudom. Elrejtem az iniciáléba, mint a régi kódex másoló szerzetesek. És akkor tudjuk, hogy egy picit az én is voltam. Itt van a baj. Itt van a baj. Tehát az énünket, ha beletesszük a világba, akkor mindig valami sok lesz, kevés lesz, jó lesz, rossz lesz, csak tedd. Akkor hogy csináljam? Csak tedd. Csak én? Mit csak Nem, az én nélkül, ja, csak, csak tedd. Az mm -hmm. úgy jobb. Ha gyakorolsz, akkor ez a csak tedd, ez nyilvánvalóvá válik. Ha nem... Akárhogy körülrakott gondolattal, egyébvel nem fog működni. Tehát az, hogy szellemileg legyünk autonómak, hogy tisztán lássunk a szemünkkel, tisztán érezzünk a szívünkkel, tisztán gondolkodjunk az intellektusunkkal, ez a zen útja. Ehhez kell az egyével tudatot tapasztalni, ehhez kell a tiszta tükörhöz visszatérni. És ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. Köszönöm. Szívesen. Um, felmerült bennem az a kérdés, hogy ha nem világi utam van sorsom, hanem egy komolyabb odafordulás kellene uh -huh, a felé, amit te is tanítasz, de nem merem vállalni, mert úgy érzem, hogy belehalok, akkor hogy élhetek így? Tehát így nem élhetek. Tehát valahogy el kellene döntenem, hogy mit vállalok, de nem is nagyon dönthetem már el, hogy mit vállalok, mert tudom, hogy mit kellene. Tehát a másik az nem működik. És úgy érzem, hogy ettől. Segíthetek? Már meg is haltál. Valami már meghalt benned. De hogy mi hal meg benned, azt te döntöd el az a mélyebb vágy, hogy a darmával száz százalékig foglalkoz, az hal meg benned, vagy pedig az a sok-sok karma, amely visszatart. Valamelyik megfog. Tehát pillanatról pillanatra döntsd el, hogy mi az irányvételed. És azt csináld, amiben hiszel. Ha olyat csinálsz, amiben nem hiszel, akkor elfogy az erőt. Elveszíted az energiádat, és azzal együtt egy csomó mindent. Tehát nézd meg, hogy mi a legfontosabb, és merd azt megtenni, mert tényleg a hit mozgat meg mindent, és itt, a zen kontextusában tapasztalati alapú hitről beszélünk. Ezért ne próbálj meg csak elméleti alapon, csak a léleknek a benső terében döntést hozni. Engedd magad tapasztalni. Tehát, ha úgy érzed, hogy a darmával komolyabb dolgod van, hajrá, próbáld ki. Ha a templom életben gondolkodsz, ülj le egy hosszabb visszavonulásra. Tíz éve vissza vagyok vonulva, rondem mondva. Tehát, tehát tíz éve visszavonultam gyakorlatilag, eljátszom, hogy élek a világban. És pont ezért érzem azt, hogy most már, tehát, hogy most már olyan szinten semmi nincsen, hogy oda kellene fordulni a felé, amit én, én érzem, csak nem tudom felvállalni, mert annyira félek tőle, azt érzem, hogy ez egy végérvényes döntés, mert ha felvállalom, akkor nem lesz meg az a hamis visszaút, hogy még élhetek olyan életet, ami nem rám van szabva. Azt egyébként sem élheted. Nem tudom. És hogyha tíz éve visszavonulásban élsz, akkor megkérdezlek, ezt miért teszed? Mert önmagam sokkal fontosabb, mint bármi világi tevékenység. Ezért nem tudsz előrelépni. Mert önmagad lett a legfontosabb úgy, hogy ez az önmagad nem tisztázódott le, hogy micsoda. Úgyhogy javaslom, hogy tisztáz le ezt az önmagadat, hánycs le róla minden olyan azonosulást, ami ebbe az önmagunkban nincs benne. És akkor. Sokkal, de sokkal könnyebben fogsz döntést hozni. Úgy akarsz hegyet mászni, hogy közben ólomsúlyokat aggatsz a kezedre, lábadra, hátadra. És így eljátszod a visszavonulást is. És a világi életet is. Egy testtel két színpadon a legjobb színél se tud játszani. Nem a játékkal van baj. Egy test, egy színpad, egy szerep. Melyik a fontos? Ne nekem mondd meg, magadnak mondd meg. És utána hozz egy olyan döntést, amiben tudsz hinni, amelyet kiszeretnél vitelezni, amiért úgy áldozol föl korábban fontosnak tartott dolgokat, személyeket, hogy az nem tűnik áldozatnak, hanem egy természetes elmúlásnak. Ahogy a táj elmarad melletted, amikor Pécsre jössz, mondjuk Kalocsáról. Ahogy átmész az M6-os alagútjain. Ahogy lefordulsz az M6 vonasra és bejössz a városba. Ennyire természetesen tudod az utadat járni. De csak akkor, ha megvan benned a nagy kérdés, a tapasztalat alapján a nagy bátorság, és akkor megvan a nagy hit. Ez az ember három alapelem. Ha nincs meg egy nagy, mély, igazi kérdés, akkor nincs tapasztalás, és akkor nem tudod azt az energiaszintet elérni, amelyből a bátorság, az autonómia, az önálló cselekvés következik. És így hit sincs. És hogyha nincs miben hinni, akkor elvágjuk magunkat a világtól, elvágjuk magunkat a lényektől, elvágjuk magunkat a magasabb szintű tapasztalástól. És ez nem csak neked szól, ez mindenkinek szól. Én kívánom, hogy mindegyikünk nézzen szembe ezzel a dilemmával. És valahol tudjon mindegyikünk sírni azon, hogy több életet nem élhetünk egy testben, csak egyet, te ezek után válasszuk ki, hogy mi a legfontosabb. És éljük azt. Ez a kérdés mindegyikünk kérdése. Mennyire engeded mélyre menni? Itt a lehetőség. Cselekedj. Szívesen. Korábban azt mondtad, hogy az elme csak arra emlékszik, amire szüksége van. Viszont én olvastam egy könyvet, egy amerikai ember írta, több száz emberrel folytatott gyakorlata alapján, amiben hipnózisban visszavitte őket előző életbe, vagy több esetben élet, vagy létközti létbe is, és ez sokszor nagyon pozitívan hatott azoknak az embereknek az életére. Tehát volt egy ilyen, ahá, ráismerés, hogy, hogy, például az adott életében a problémája miből adódik, és esetleg mivel tudja ezt föloldani. Hogy ö, ez igazából nem azt mondom, hogy ö, egy könnyebb út, tehát hogy ússzuk meg ezzel a meditációt, és ami azzal jár, csak, hogy ez, ez, akkor mégis pozitív, vagy, vagy sem. Amikor azt mondod, hogy az illető hipnózisban visszavitte a pácienst, akkor megszűnik az elme önvédelmi mechanizmusa. És akkor már nem az van, hogy arra emlékszik, amire akar. Magyarul nincs meg már a tudatos és a tudattalan közti beépített szűrő. Hanem ténylegesen azok az emlékek jönnek föl, amelyek az arhetipusait dominálják, ahol a traumái vannak, ahol az erényei vagy a tehetségei vannak ugyanúgy. Az egyik egy lapája, a másik pedig egy csúcs. Ezeknek a meglátása nem rossz és nem jó. Az igazi kérdés, hogy mennyire tud a meglátott karmán változtatni akkor, amikor már kijött a hipnózisból. Itt dől el minden. Igazából egy 8000 méter fölötti csúcsra akkor tudsz fölmenni, hogyha rengeteg kisebb csúcsot már megmásztál, és hozzászoktál a magashegyi körülményekhez, és akkor föl tudsz mászni a csúcsra, és élve le is tudsz jönni onnan. Ha lenne olyan helikopter, nincs, amelyik 8000-re fölmegy, aki kilép onnan a kabinból, nagyon gyorsan, fél órán belül tüdővizenyőt és agyi ödémát kapna, és vége lenne. Ezzel a példával szeretném szemléltetni azt, hogy mennyire más az, amikor megdolgozol a tapasztalatért, és mennyire más az, amikor készhez kapod valamilyen más eszközrendszer által. Sietek hozzátenni, hogy ezzel nem a hipnózist és egyéb terápiákat szeretném minősíteni, csak az alany, a paciens helyzetét tisztázni. Tehát a korábbi életekre való emlékezés, mint melléktermék, hangsúlyozom, spontán, természetes melléktermék. A meditáció nagyon sok formájában jelen van, beleértve a zent is. Tehát az a legérdekesebb, hogy megpróbálsz minden eszközzel ebben a pillanatban lenni, és a múlt összes olyan árnya megjelenik, amelyel még dolgod van. Szépen, sorjában, vagy egyszerre, nagy tömegben. Amire kell, arra mindenképp emlékezni fogsz a tudatnak egy olyan állapotában, amikor a megkülönböztető, ítéletalkotó, én csináló tudatosság, aki ismeri a nyolc tudatszintet, az a hetedik manasz, kikapcsol. Az összes meditációs technika arra irányul, hogy a hatos konceptuális fogalomalkotó elemző gondolkodás, a hetes a megkülönböztető, én csináló, dualitás teremtő gondolkodás kikapcsoljon. És akkor, ami a nyolcadikban a tárháztudatban van, ahová a pszichológus vagy a terapeuta leviszi a pácienst, és ekkor hipnózisban lát bizonyos tartalmakat, az a nyolcadik, az az álaja a a tárháztudat. Megtanulhatók olyan technikák, hogy a tárháztudatból pontosan az jön föl a meditáció alatt, amire szükség van. Nem nyúlkálunk le, nem húzzuk föl vederrel a vizet a feneketlen még útba, hanem aminek föl kell jönni, engedjük megjelenni és aminek viszont oda le kell menni, azt engedjük lemenni. Ezt hívjuk a tudat küszöbb, tudatos és tudattalan közti küszöbb spontán működésének, spontán egészséges működésének. Igazából az a kérdés, hogy a hipnózis után, a terápia után a belátást hogyan tudja a paciens hasznosítani. Integrálni tudja az életébe, meg tudja tenni a szükséges változtatásokat. A meditáció esetén erre egy picit nagyobb esélyt látok, Azért, mert nagyon komolyan meg kellett dolgozni fizikailag, lelkileg, szellemileg ahhoz, hogy azt a belátást elért. És ekkor sokkal valószínűbb, bár nem egyértelmű, hogy megvan az erőd is ahhoz, az önbizalmad is, hogy külső, kivetített személy nélkül, tehát terapeuta, mester, tanító, auditor, egyéb nélkül, meg tudod oldani. Ehhez kell a segítség, de a segítség csak ahhoz jó, ha igazi segítség, hogy te önállóan tud dolgozni, hogy csoportban is tud dolgozni, és dolgozza tanítóval, de ne legyél guru függő. Az egy más állapot. Rövid leszek. Biztos? Igen. Én nem hiszem. De. Na. Igen? A manipulációról mit tudnál nekünk mondani? Semmit. Egyéb kérdés? Mit lehet akkor tenni? mi a helyes viselkedés vagy gondolkodásmód abban az esetben, amikor valakivel kapcsolatban hosszasan évek óta ambivalens érzelmek kapcsolnak össze. Ami olyan, aki olyan személy, akit mi családtagod nem tudott kizárni az életedből. Vagyis, hát ez a lényeg, hogy ambivalensak vele kapcsolatban az érzelmeim. Mondj légy szíves, egyetlen olyan emberi kapcsolatot, ahol nem ambivalens érzelmek fűznek téged a másik emberhez. Hát igen, minden embernél, de van egy ilyen személy, akivel különösen erős ez. Nagyon... Van, amikor ez a hinta, amikor lefölbilleg, tehát nem túl meredek, de van, amikor nagyon az. Mikor a legambivalensebbek az érzések, amikor így szembenézel vele, vagy amikor oldalról tekintesz rá? Nem tudom. Ki kell próbálni más nézőpontot is. Hát, hogyha az ambivalencia mutató egy kicsit csökken. Komolyra fordítva a szót, nézzük meg, hogy azt az elképesztően bonyolult entitást, aki egy másik ember, meg ugye te is, tudunk-e másképp látni? Esetleg még inkább relativizálni tudjuk-e a tapasztalatot? Tehát az ambivalencia nem rossz. A paradoxonok lehetnek kreatívak is. Legyen belőlük még több nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen látod azt a szemét, és ezek az apró csak is látásmorzsák, tapasztalat szilánkok néha még egymásnak is feszülnek, és ellentéteket jelentenek. Így van? Még több kell belőle. Még inkább relatív, még több belátás, még több tapasztalat. És akkor egyszer csak a tapasztalatnak az egyenletessége ezt a sok-sok eltérő adatot elkezdi szépen rostálni. Elkezdi szépen egy képbe rendezni, és kiegészül a kép. Inkább azt mondanám problémának, ha azt látjuk a másikban csak, amit mi akarunk. Ez nagyobb baj. Tehát, ha beskatujázom, megszűröm, analizálom, definiálom, akkor a másik embert és ezzel magamat is beraktam egy virtuális kalodába, egy karakterbörtönbe. Nem engedem változni a nézeteimet az illetőről, így magamról sem. Tehát törjünk ki ebből az ambivalencia kalodából, úgyhogy még több ambivalenciát gyártunk le. Még több paradoxont látok meg az emberben. És ez egy idő után nagyon egyenletes és nagyon egyöntetű lesz, hogy mennyi a paradoxon. Jó? akkor talán egyébként nagyobb együttérzéssel tudunk a másik felé is fordulni, mert még jobban megismerjük. Még jobban meg kell ismerni, még mélyebben, és akkor az együttérzés és a tolerancia magától megszületik. Ezt nem lehet parancsóra, hogy cssz, tolerancia 60 másodpercen belül. Most? Nem érted? Különben nem tűröm, hogyha nem vagy toleráns. Ez így nem megy. Egyéb kérdés. A szeretném kérdezi, hogy egy átlagos embernek hány évig tart az úton még elér a zúdi Te átlagos ember vagy? Nem tudom. Szerintem te átlag fölötti vagy? Á. Akkor nagyon sokáig tart. Lépésről lépésre, egyik lábat a másik után, és akkor elfelejtett, hogy meddig tart. Ha elfelejtett, hogy meddig tart, akkor már ott is vagy. Jó? Köszönöm. Oké. Okay. Tapsot kérek a fiatal emberek, gyönyörű. Gyönyörű, gyönyörű. A tízezer darma visszatér az egybe. Hová tér vissza az egy? Nem tudat, nem buddha. Akkor mi? A semmi helytelen. Ragaszkodsz az ürességhez, nem jó? A tízezer darma visszatér az egybe. Hová tér vissza az egy? Nem egy, nem nulla. Akkor mi? Mi az önmaga? Második már nem jó. Ezért az első sem jó. Gyönyörű kísérlet ez az a kohan, amelyet Szungszenzen mester adott a tanítványainak, és nem ez az egyetlen. Zárásként szeretnék egy másik gyönyörű kohant megosztani a hallgatósággal, szintén Szungszenzen mester gyönyörű megvilágosodott tudatából, amely egy olyan emberről szól, aki azt hitte magáról, hogy elérte a felébredést, sőt, nem csak, hogy elérte a felébredést, hanem, hogy csak ő érte el a felébredést. Ez már nagyon más. Ez az ember azt hiszi, hogy minden egy, sőt minden üres, és önmagában semmi sem létezik. Ezért bemegy egy gyönyörűséges szentébe, hamut szóra buthára, és füstöt fúj az arcába, hiszen a hamu butha, a butha pedig a hamu. Minden megengedett, nincsenek szabályok. Azt tesz, amit akar. Semmi sem érvényes. De te, ott vagy ebben a szentében. Sőt, te vagy a szentély fenntartója. Sőt, te vagy a tanítója annak a tannak, amelyet abban a szentében gyakorolnak. A szemed előtt történik mindez. Hogyan tanítod ezt az embert? Ha megtalálod erre a választ, megtalálod a helyes utat. Köszönöm a figyelmet.